Örömködünk a következő percekben, vagy legalábbis a miskolci örömünnep részleteit osztjuk majd meg a Csillagpont Rádió hallgatóival. Köszöntöm a stúdió vendégeit, Geréné Gál Gabriellát és Csincsi Bernadettet, akik nem először ülnek már itt a stúdióban, noha ebbéli minőségükben, mint amiről most szó lesz, első alkalommal. Ők a háziasszonyai a második miskolci örömünnepnek. Ennek az időpontja július 8-a szombat, 10 órától este 9 óráig várják majd az érdeklődőket a Gárdonyi Géza művelődési házba, mindazokat, akik szeretnének örülni, vagy örömteli órákat magukénak mondhatni. Hát, hölgyeim, először is arra lennék én kíváncsi, ha már utaltam arra, hogy nem először ültök itt a stúdióban, akkor még Holdamosként mutathattalak be, az Holdam Miskolci Holdam Egyesület tagjaiként mutathattalak be titeket, most pedig úgy mutatlak be mindkettőtöket, mint a Lélekmag, jól mondom, Lélekmag Egyesület aktív tagjai, vagy tisztségviselői is? Berni? Nem, egyelőre tagjai. Egyelőre tagjai, de törekedünk, ugye? Előre. A váltás okait nem is annyira fontos részletezni, hanem én azt figyeltem fel, arra figyeltem fel, hogy mindig valami olyan motoszkál a fejetekbe, legalábbis ez bizonyította az előző találkozásunk is, meg a programjaitokon való részvétel, hogy másokra figyelni, összehozni másokat, jót tenni másokkal. Tehát valami közösségformáló, teremtő attitűd munkálkodik bennetek. Jó, gondolom? Igen. Igen, nagyon jól gondolod, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, a tavalyi tapasztalat azt mutatta, hogy nagyon nagy sikere lett az örömünnepnek itt Miskolcon, Borsodban is, mint ahogy említetted, ez egy Veszprémből indult kezdeményezés, és én Veszprémi létemre megéltem 2 örömünnepet ott Veszprém megyében, Veszprémben, és itt Miskolcon tavaly lelkes társakra találtam, akikkel elkezdtük ezt a hagyományt itt is megteremteni, és jó volt látni, hogy sok családnak, gyereknek, felnőttnek, minden korosztálynak így egy fantasztikus napot sikerült varázsolnunk. Te hoztad át tulajdonképpen, de emlékszem a Kálazi Ági nevére, ugye ő az, akinek a nevéhez kötődik az örömünnep. Igen, az ő. Ő találta ki. Álma. Ő álma, igen. Ebben, igen, és ő tavaly itt volt ezen a rendezvényen. Most is sikerült becserkészni, igen. Megnyerni őt? Igen, idén is jön. Köszöntöm én is a hallgatókat. Geréné Gál Gabriella vagyok. Most is fog jönni Ági, és még nagyon sokan, most körülbelül 100 programmal készülünk. Tavaly is ez volt az egyik gond, aminek mi egyébként nagyon örülünk, hogy nagyon sokféle programot sikerült egy helyre összegyűjtenünk. Ami a nagyon szép ebben a rendezvényben, hogy mindenki örömből jön. Tehát az összes előadónk, minden program tartó. Örömmel, örömből, örömért. Ugye, igen. Hogy játszunk a szavakkal. Igen. Sőt, van olyan tavalyi vendégünk, aki most már a másik oldalon programtartóként lesz jelen, amit részben azért sajnos nem tud részt venni a többi programon, de ő is nagyon-nagyon átérezte ennek az egész családinak, mondhatjuk így. Hát igen, kicsik, nagyok, felnőttek. Én például tavaly jól emlékszem arra, hogy nagyon sok nagymama vitte ki az unokáját, de csak úgy, hogy kimegyek, aztán ebédre hazaérek, és ott ragadtak. Igen, sokakkal találkoztunk. Úgy szerveztük meg a programokat is, hogy tényleg a, mondanám, hogy 0-100 éves korig, de igazából a kismamákra is számítunk, úgyhogy ilyen... Hát benne van tényleg, a korosztályban. Tényleg, igen, minden korosztályban, és úgy szerveztük meg a programokat, hogy figyeltünk a napi ritmusra, tehát a gyerekeknek az alvás idejében nem tettünk olyan programokat, amik esetleg őket érdekelhetnék, inkább a délelőtti és délutáni órákba tettük azt, illetve az idősekre is figyeltünk, hogy ebédidőben a csendes pihenő környékén már őket ne nagyon aktivizáljuk, akár mozgásban, akár művészeti programokkal. De arra van lehetőség, hogyha kicsi gyerek elálmosodik, akkor félrehúzódjanak, arra gondoltatok, és ott legyen egy ilyen altatósarok? Mindenképpen gondoltunk rájuk is, tavaly is nagyon kreatívan megoldották a szülők, nagyszülők. Pokróccal, sátorba vagy a... Pokróccal, illetve szőnyeggel és mindenféle hasonló alkalmatossággal idén is készülünk, mert az olyan jó, hogy kint alszik a gyerek szerintem. A szabadban, tehát, igen. Anya meg apa addig tud töltekezni. Úgyhogy mindenképp gondoltunk rájuk is. És nagyon ideális a helyszín, tehát a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkja egy hatalmas, fákkal, zöld, igen. Árnyékos terület. Úgy is osztottuk be a tereket, hogy szinte egész nap árnyékba legyenek. Reméljük a jó idő is a jó Istennel velünk lesz, és egy kellemes napot tölthetünk együtt. Mitől örömünnep? Én megkérdeztem tavaly is, most is megkérdezem.
Hát attól örömünnep, hogy ahogy Ági is a riportjában elmondja, az ünnepben azt érezzük, hogy így együtt vagyunk, összegyűlünk valahol valaminek okán, és hogy ebben az örömünnepben azt ünnepeljük, hogy így élvezzünk együtt egy szabad téren, csodálatos helyen, jó programok közt, együtt, szabadon, vígan, nevetve, boldogan. Van ennek üzenetértéke, Bernadett? Manapság azért nagyon kevés mosolygós arcú embert látunk, kevesen örülnek, és jó dolog. Jó dolog, én azt gondolom adni nem, is. Nem ez, hogy kevesen örülnek, hanem az, igen, hogyha mi mosolyt dolog, hozunk hogyha, valakinek az igen, arcán. A mosolyt előcsaljuk, és azt mondjuk, azt mutatjuk, hogy ez lehet, és hogy elég, ha csak kimegyünk egy ilyen rendezvényre, vagy valami klassz helyre, vagy tényleg nekem az csoda értékű, hogy itt Miskolcon ennyi helyi civil szervezetet, vagy egyesületet, illetve magánembert meg lehet mozgósítani, és összefogásból egy ilyen napot meg tudunk valósítani. Már maga ez a szervezés része is fantasztikus öröm, ember. Már csináljuk egy ideje, most már kicsit fáradunk is, de majd azon a napon ez teljesen szerte fog osztani, ahogy tavaly is. Úgy, hogy az öröm ünnepben az a szép, az előkészület, amikor az örömöt úgymond adjuk, tehát több civil, több helyi szervezet összefog, és akár csak egy dobogóval, egy pavilonnal, egy szőnyeggel hozzájárul ehhez, de mégis hozzátett a naphoz, és ami szerintem nekünk magyar embereknek nehéz, az örömfogadása. És ez a nap erről szól, hogy merjünk fogadni egy mosolyt, egy ölelést. Tavaly kim volt egy hölgy, több száz ölelést, ingyen ölelést gyűjtött össze, és hát nagyon-nagyon feltöltő ez a nap. Ezt is adtuk egy ilyen alszlogennek, hogy a feltöltődés napja. Vegyél egy kis levegőt, addig elmondom, hogy szaporodott a társaságunk, ugye, mert hogy elég sajátos körülmények között történik ez az interjú, ez a beszélgetés. Gabi elhozta a kisfiát is, amíg ő foglalatoskodik, és majd időnként bele is szól szerintem a műsorba, addig én megkérdezlek téged, Bernadett, hogy mennyi idős a gyerek, nyilván az anyuka is tud erre válaszolni, de most el van foglalva a gyerekkel. Mennyi idős a kicsi? Olyan 2 éves körül. Igen, februárban töltötte a 2-t. Azért van szerintem kicsit mert a zavarba, mert éppen táplálom a kisfiamat. Nem vagyok zavarba, azt következő mondatomban akartam, hogy miért van csönd. Ő aktív részese az örömünnepnek, tavaly is, hát most idén éppen is, a szervezésnek, és az egész családunk, és a kisebb környezetünk, de most már bátran állíthatom, hogy Miskolc is. Tehát lépten nyomon találkozunk a szervezés kapcsán most olyanokkal, akik jaj, tavaly voltam, jaj, ott mentem el mellette, bementem, és például nekem nagyon-nagyon jó leső érzés, hogy mi mindenre jó volt, aki ott találkozott a mostani főnökével, épp munkát keresett, és ott találkoztak. Nem is tudjuk, életben. Hogy sokszor milyen apró dolgok jelentenek örömet. Egyébként az előbbire visszatérve az előbbi jelenetre, azért meg kell, hogy mondjam a hallgatóknak, hogy technikus kollégám Ferenci Gábor, aki 2 kislány édesapja, őre volt most bízva a kisfiad, és a karján a gyerekkel megjelent, bejött, és hát úgy tűnik, hogy a fiú nem annyira műszaki érdeklődésű, inkább a hasa jobban érdekelte, ugye? Így lenne. De jól el van, úgyhogy... Ő egy gyerek egyébként, ha már itt róla van szó, és főszereplővé vált? Nem? Nem, van még egy kislányom, ő most éppen az oviba egy ilyen gyereknapi mulatságom van, úgyhogy most... És Bernadett, neked is van egy nekem gyereke? Nekem is van egy lányom, ő 7 éves lesz idén, és én és ő is ide volt kapcsolódva, már bent itt a igen, ő is volt itt tavaly, amikor egyedül jöttem beszélgetni veled az örömünnepről, és nekem még az is fantasztikus, hogy láthatják a gyerekeink, hogy így mi mit teszünk ezzel az örömünnep szervezéssel, és hogy ez így annyira egy ilyen jó minta tud nekik lenni, hogy az én lányom az már így szervezésből tökéletes, és már ő így adja hozzá, hogy de legyen ez is, meg legyen az is, meg így legyen, meg úgy legyen, tehát így ez a része is nagyon, hát meg már jött volna csillám tetoválást csinálni, meg ilyenek, tehát hogy a színpadon hadd mehessen felszerepelni, úgyhogy ő így. Pedig hát a szervezési feladat az nem mindig hálás dolog. Nagyon nehéz. Ugye? Hát nem meg nagyon nehéz könnyű. Mindenkinek a kedvére tenni. Mindig van valaki, aki húzza az órát valamiért. Igen, azt mondtuk az elején, hogy addig csináljuk, amíg örömből csináljuk.
Úgyhogy néha egymást kell megtámogatnunk, hogy de jó lesz, illetve tavaly Kisenikő Virág volt még így velünk, így hármasba. Most a, hát egy, nem is tudom, a felénél, ő neki a egyéb elfoglaltságai miatt ő kiszállt, viszont Latkó Boglárka aki lelkes, szintén háziasszony veletek igen, együtt, ugye? Igen, igen, ő lelkes, fiatal, hát nem is tudom, önkéntesként mondhatjuk így, bekapcsolódott a szervezési feladatokba. És na most gyerekek mellett, ugye kicsi, meg nagyobb, vagy kisebb, meg még kisebb gyerek mellett, hogy tudjátok ezeket a szervezési dolgokat összehangolni? Hát nagyon jól tudnak a gyerekeink már szervezéses telefonálást eljátszani otthon játszva, mert hogy ez így szerintem így a mindennapunkban reggeltől estig hallható, tehát hogy bármikor, bárhol megcsörön a telefon, és hát ugye mivel ez nekünk egy felelősségünk, hogy minden jól működjön, és felvesszük, és hallják, és a családaink is rendesen benne vannak ebben. Én mondtam, hogy programokról is szólunk, hát itt már érintettünk egy-két programot, de mi minden lesz még az örömünnep programjában konkrétan? A koncepció az, hogy több térre osztottuk fel, egyrészt a területet, másrészt a programokat is. Lesz egy előadó terünk, ahol lesz egy nagy színpad, illetve ehhez kapcsolódóan egy olyan előadó tér, ami inkább csendesülő nevet kapta tavaly, és ezt most is megtartottuk. A csendesülőben inkább olyan kisebb, csoportos ülő beszélgetések lesznek, az előadó tér pedig ez a hagyományos színpadon áll az előadó, és akkor különböző zenei, egészség, tudatos előadások, illetve Suresgyinek lesz még egy másfél órás meditációja, ő egy jógi mester, és ez az egyik nagy tere az örömünnepnek. Ezen kívül lesz mozgástér, jógaszigetünk, művészterünk, családi sziget, gyerektér, játéktér, egy yin-yang nevet kapó férfi-női témákat, párkapcsolati dolgokat érintő terünk, és lesz még egy ökoszigetünk is, ilyen ökológiai Hát tanácsokat adnak meg, ahol igen, lehet játékok, venni. Igen, játékok, tehát ott is 0-tól 100 éves korig lehet bekapcsolódni a programokba. Ez most divat, ez a 0-tól 100 éves korig kifejezés, mert néhány perccel ezelőtt én készítettem egy telefoninterjút, a hétvégén a Kemény Dénes uszodában lesz egy program gyerekeknek, és ott is a főszervező ugyanezt mondta, hogy 0-tól 102 éves korig várják az érdeklődőket, úgyhogy legyen ez így. A tavalyra azért térek még vissza, mert minden rendezvény ennek van valami tapasztalata. Hát nektek is volt tapasztalat, hogy óriási érdeklődés volt, de mindig van valami olyan is, amiből okul az ember, és akkor majd a következő évben nem így csinálja, hanem úgy. Na ez mi volt most? Hát korábban kezdjük a szervezést, tavaly 2 hónapunk volt rá. És most? Hát most már január végétől azért így nyugisabban lehetett vagyunk. Azért, ezt meg gondolom, hogy jobban szét tudtatok nézni. Igen, meg egyszerűbb helyzetben voltunk, hiszen a tavalynak akkora sikere volt, hogy már nem kellett így magyarázni, hogy miről van szó, hanem úgy tudták. Készült a Gabriel Pro Kft. Segítségi vagy támogatásával egy olyan videó, ami a tavalyi örömünnepről szól, ott tényleg látni lehetett, hogy milyen ez az élmény, és így egyszerűbb dolgunk volt, úgyhogy a szervezést ez nagyban megkönnyítette idén. Meg a Csillagpont Rádió is megkönnyítette, mert mi is adtunk erről. Azt akartam mondani, hogy meg nektek is hálás köszönetünk, mert hogy a riportotokat nemrég töltöttük fel ismételten a Miskolci Örömünnep Facebook oldalra, ahol Kálazi Ágival készítetted a riportodat, és ott is nagyon szépen kijön, hogy miről szól ez az egész. Ági egyébként akkor elmondta, hogy szeretné ezt még több helyen meghonosodna, kiterjeszteni ezt a mondjuk úgy hálózatot. Sikerült az, vagy nyilván majd meg fogom kérdezni a mostanén, de tudsz róla, hogy vannak kérdőjelel követők? Tudom, igen, hogy Veszprémben augusztusban nem lesz kérdéses, illetve úgy tudom, hogy valaki Borsodból is megkereste Ágit, hogy szeretne tartani, de aztán, hogy ez megvalósul-e, vagy nem, erről ez nincs információm, akkor. Illetve a Balaton felvidéken Mindszent Kála volt, aki így esélyesen jelentkezett arra, hogy így valami szerintem legyen. Szerintem igen, kell hozzá mindenképp egy olyan kapcsolódási pont, aki már részt vett. Tehát nekem is, mikor Betty mesélt, hogy örömünnep, emlékszem,
a Holdam, amikor szerveztük a Vörös Sátor Fesztivált, és olyan csillogó szemekkel áradozva mesélt az örömünnepről, azt mondta, hát csináljunk egyet, és tényleg? Tehát, hogy így kezdődött az egész, hogy jó, akkor csináljunk egyet. Most Bernit Bettinek szólítottad? Igen. Jó, igen. Mert én következetesen Bernit mondok, mind a kettőre hallgatsz, nem? Arról nem beszéltünk még, hölgyeim, hogy a Lélekmag alapítvány hogy került az életetekbe. Azért erről szeretnék még. És egyáltalán mi ez a Lélekmag alapítvány? A Lélekmag Egyesületnek az elnöke Nagy János, ő jogát tart itt Miskolcon, Iyengar jogát, és ahogy így beszélgettünk vele, illetve az Egyesület alelnökével, Debreceni Gáborral, így azt tapasztaltuk, hogy nagyon olyan szemléletűek, mint mi vagyunk, és az örömünnep nagyon passzolna az ő tevékenységi körükbe, szakmai programjukba is, úgyhogy úgy kezdődött az egész, hogy igazából Kis Enikő Virág tavalyi szervezőtársunk hívta fel a figyelmünk a Lélekmag Egyesületre és az ő tevékenységükre, és akkor így adott volt, hogy akkor idén őket keressük meg. Azt mondtad, Gabi, hogy olyan szemléletű, mint mi vagyunk. Hát ti milyen szemléletűek vagytok? Én azt mondanám, hogy tudatos. Nagyon-nagyon tudatos minden téren. Édesanyám úgy szokott fogalmazni, hogy mi négyszögletű jurtába lakunk. Tehát, hogy ez úgy nagyjából mindent elárul. Nagyon, hát én például otthon szültem, tehát hogy ez úgy nagyjából belövi szerintem a tudatosságot, hogy mennyire felelősségteljesen átgondolva hozzuk életünk szerintem minden területén a döntéseket. Noha ez elég vitatott dolog, ugye tudod jól hosszú évek óta az otthon szülés biztonságosan átgondoltan, hát... 2012 óta legális. Én tudom, csak elég vitatott. A Borsod megyében az első legálisan otthon született gyermek. Aki éppen elaludt a kebleiden, ugye? Igen. Én mondjuk életemben másodszor készítek úgy beszélgetést, hogy szoptatós kismamával, de az első az Magnóval készült, most élő egyenes adásban vagyunk. Valóban egy kicsit azért izgultam, hogy mi lesz, meg hogy lesz, de ez egy nagyon jó módszer, hogy a gyereket így el lehet csendesíteni. Igen, hát így is mondtam, hogy nyugodtan meg. Nem akarok kapkodni, de kihasználom az alkalmat, hogyha azt mondtad, az első legális otthonszülés. Azért két mondatot, három mondatot erről mondj nekem, légy szíves, hogy hogy vonultál te be a szakirodalomba ezzel? Hát nagyon érdekes, a Holdam Egyesületben van több olyan anyuka, aki már így mesélt nekem az otthonszülésről, és felkeltette az érdeklődésemet. Én egyébként reálszakos tanár vagyok, tehát a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetében dolgoztam. Tehát ezt azért mondom, hogy mondod, hogy normális ember, vagy ezt nyomatékként? Igen, 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 tehát, hogy alaposan utána járok a dolgoknak, átolvasok mindent, én készítem a táblázatokat, igen. És hát ez úgy jött, hogy odálltam a férjem elé, és azt mondtam, hogy mit szólna hozzá, és azt mondta, hogy persze, csináljuk. Na, akkor még jobban átgondoltam, és megkerestem, hát Budapesten van egy olyan bába, aki nekem a szívemhez így nagyon közel állt, és hát a 10 holt hónap gyakorlatilag arról szólt, hogy mindenféle papírt, vizsgálatot, tehát mindent be kellett hozzászerezni, hiszen egy nagyon komoly háttere van ennek az otthonszülésnek. Hát tehát hogy nem, nem lehet a higiénikus dolgoktól kezdve mindent meg kellett. Minden, az, hogy a mélepényt mikor kiszállítja el, tehát ő megszületett 2:30 hajnalban, és 5:30 a férjem és a bába dokumentált. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és nagyon felelősségteljes a szülés oldala is, meg a felkészülés is. De miért döntöttél úgy, hogy otthon szülsz? Hát ez olyan természetes. Ez olyan természetes, olyan érdekes. Édesanyád mit szólt hozzá, amikor ezzel az ötletben? Ez izgalmas volt, ő a legvégén tudta meg, tehát az utolsó. Tehát ennyire racionális, vagy tudtad, hogy fog reagálni, és ezért a végére hagytam, ugye? Tehát a szomszédok nem is tudták, hogy teljesen meg voltak lepődve másnap, hogy lehet, hogy már otthon vagyok a gyerekkel, és mondták, hogy hát, ha tudták volna, akkor lebeszéltek volna. Na, mondom, ezért nem tudtátok. Na most azt például te honnan tudtad előre, hogy mikor kell a bábának szólni, mert ugye mondod, hogy Budapesten volt, az alsó hangon 2 óra még lejön. Hát éreztem. Igen? Éreztem. Tehát már este 9 órakor, amikor így elindultak a hullámok, akkor felhívtam, de telefonon tartottuk a kapcsolatot. Meg hát ez nem olyan, hogy akkor hívom életembe először, tehát mi előtte azért elég sokszor beszéltünk, találkoztunk, tehát most elmondhatom, hogy Betty is, és én is dúla vagyok, tehát nem csak a bába volt a szülésnél, hanem 3 dúlám is volt nekem. Igen. Kolostor Janita, Kardos Rita, és Ferencsikné Ceglédi Edit. Tehát 3 dúla, ők már a kezdetektől fogva ott
vajúttak velem, ők voltak a férjemmel együtt a támogatóim. Igen. Ugye van neked egy nagyobb gyereked, egy nagy lányod, ugye? Ő kórházban született. Igen, itt a megyeibe egyébként. És most nem akarom, hogy a két szülést hasonlítsd össze, de a két gyereken érzel valami változást? Hát mindenki ezt mondja, de én azt mondom, hogy nincs két egyforma gyerek. Nincs két egyforma szülése. A lányom, ő egy, hát mint a Betty kislánya, Anna, eléggé aktív, mozgékony, cserfes lány. Baska, látod, elalszik itt az ölembe, úgyhogy másabb, de nem tudom, hogy emiatt. Lehet, hogy nem emiatt. Persze, ezt nem. Az biztos, hogy az ő születésnapját azt mindig kicsit más érzelmekkel ünnepeljük, hiszen ugye másabb részesei voltunk ennek. Igen. És ezt az élményt tovább lehet adni. Na, ez is örömünnep, ugye? Sőt, ez az igazi örömünnep. Ez is, és most, ahogy Gabi beszélt, így az jutott eszembe, hogy azt is érdemes elmondani, hogy mennyire kiegészítő tud lenni az ő racionalitása és az én elszállok típusú vonalam. Tehát, hogy és ugye akár ez tűnhet úgy, hogy úristen, ez a két külön féle működés, hogy passzol így, hogy nem üti ki egyik a másikat. Hát nagy feladat ezt egyensúlyban tartani, ahogy viszont nagyon jól kiegészíti egyik a másikat. Tehát, hogy hát addig működik. Még előre visz, azt és mondom, nem ki ott. A igen. Közös nevező az az öröm. Igen. Ez nagyon látszik a mi tevékenységünkben. És ez az, amit tovább szeretnétek majd adni, ugye, minél szélesebb körben elterjeszteni. Azon a bizonyos találkozón, ami július 8-án szombaton lesz, és délelőtt 10-től este 9 óráig tart, gondolom nem szigorúak ezek az időpontok, mert a lazaság az igen jellemző a társaságotokra. A helye pedig a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, tehát a második miskolci örömünnepről van szó, amelynek két háziasszonyát, Csincsi Bernadettet és Geréné Gál Gabriellát köszönthettem itt a stúdióban, Laszkó Boglárka egyéb irányú elfoglaltsága miatt, mint harmadik háziasszony nem tudott részt venni. Sok sikert kívánok a rendezvényhez. Köszönjük, és köszönöm a beszélgetést.